Hatalmas emberhiánnyal küzdenek a hazai boltok, erről már több alkalommal is beszámolt híradónk. Most a nyári szabadságolások idején azonban még égetőbb a probléma, hiszen a kereskedelmi alkalmazottaknak is ki kell adni jól megérdemelt szabadságukat. A KASZ alelnöke szerint alig van jelentkező a bolti munkára. Nehéz azért a helyzet, hisz a munkaerő kereslet az fönnáll a kereskedelemben, ehhez hozzájön az, hogy ugye nyár van, a kereskedelmi dolgozó is elmegy azért nyáron szabadságra, és aki ott marad, annak azért több munka jut. Sajnos továbbra sem tolongnak az emberek, hogy a kereskedelemben dolgozzanak, tehát ezzel a létszámmal kell megoldani a problémát a kereskedelemben, ami van, ez az alacsony létszám. Hiába nőttek a bérek az elmúlt időszakban, a kereskedelemben, a szférában még mindig csak minimum bruttó 200 ezernél járnak a fizetések. Ez és a nehéz fizikai munka sem igazán vonzó, főleg úgy, hogy a közeli Ausztriában háromszor annyit keres egy képzett bolti alkalmazott. Most már azért a kereskedelemben is a régihez képest emelkedtek a bérek, de természetesen ez még mindig nem elég. Ez azért annyira nem vonzó most már, miután kiegyenlítődtek a bérek a kereskedelmi vállalkozásoknál, tehát így egymástól nagyon nem mennek el az emberek. Inkább, ha más területet találnak, vagy akár ugye nálunk az Ausztria közelsége Ausztriát, akkor oda vándorolnak el az emberek a magasabb bér miatt. Egyes multik automata kasszákat kezdtek el alkalmazni, hogy ezzel váltsák ki a munkaerőt. A kezdeményezés a szakember szerint jó, mert az így felszabaduló pénztárosok máshol tudnak segíteni az üzletekben. Egyrészt a technika fejlődik, ez a kereskedelemre is jellemző, tehát ezek a pénztárgépek már a fejlett technika vívmányai, és természetesen ez segít, tehát a vállalkozásoknál segít, mert kiváltja a pénztáros, legalábbis egy részét a pénztárosoknak, kiváltja onnét a pénztárból, és adatbolt másik területén tud dolgozni. Tehát segítség, aki tudja alkalmazni, annál segítség ez a módszer. Ezt azonban ugye nagy multik tudják alkalmazni, kis boltoknál ez nem nagyon lehetséges. Hát ugye ennek van anyagi vonzata természetes, és hát aki ezt tudja vállalni, azt tudja alkalmazni, aki nem, az marad a hagyományos módon. Potyondi Antal szerint az automata kassa még csak a kezdet, elképzelhető, hogy hamarosan teljesen automata üzletekben vásárolhatunk. A szakember úgy véli, néhány éven belül valósággá válhat, hogy a boltban se eladó, se pénztáros nem lesz, a vevő maga intézheti majd a teljes bevásárlást. Erre azonban egy kicsit még várni kell, legalábbis itt Magyarországon.